nyáron új középhátvéd érkezett a csapatunkhoz. Akik követték az NB1-et az elmúlt másfél évben, ismerhetik a játékát a georgiai hátvédnek, most viszont magával Iliával ismerkedhetünk meg, kezdve azzal, hogy hogyan szólítsuk. Azt gondolom, hogy a georgiai nevek közül az enyém még viszonylag az egyszerűbbek között van. Ilija Beriásvili. Mindenki Berónak vagy Berinek szólított kicsiként. Most viszont mindenki csak Iliának hív. Everybody call me Ilija. Komoly fiatalember és labdarúgó lett Iliából. De amikor a focit elkezdte, akkor még csak Beró volt a barátainak, akikkel az utcán rúgta a bőrt. Of course streets. In Georgia, természetesen az utcán kezdtünk focizni. Georgiában mindenki ott kezdett, mostanában kevésbé. Bár a nemzeti csapatunk sikere most újra focilázba hozta az országot. Viszont a mi időnkben, én 98-ban születtem, mindenki egész nap az utcán focizott, a kicsik és a nagyok is egyaránt. Velük kezdtem, ott megszületett bennem a játék és a labda iránti szeretet, és onnan nem volt visszaút. You cannot get out with this. Az utcáról hamar kitűnt tehetségével Ilija, és a helyi csapat akadémiájára került. My first club professional. Az első profi csapatom az Alazani Guriani volt. A harmadosztályban játszottunk. Onnan lépkedtem egyre feljebb és feljebb. Majd a karrierem 5. évében bemutatkozhattam a Superligában, a georgiai első osztályban. I played the first game in Georgian first league. Az új középhátvédünk Georgia után még Oroszországban is megfordult, mielőtt Magyarországra került. A három bajnokság közül a magyar találta a legkomplexebbnek. Itt az elmúlt másfél évben sok csatár ellen játszottam. A legtöbb nem csak gyors és erős, hanem ügyes is. Nem volt egyszerű ehhez hozzászokni. Az első 6 hónap nehéz volt számomra, de aztán szépen az idő múlásával ráéreztem a liga ritmusára, és most már 100%-os teljesítményre vagyok képes. So now I think I am adapted to my 100% in this league. Nem csak a labdarúgás az élete azonban Iliának. A pálya zsongása után alapvetően a nyugalmat kedveli. Legjobban a feleségemmel szeretek időt tölteni, valamit közösen csinálni. Olvasni is szeretek, főleg Georgia történelméről, mert az az én filozófiám, hogy először magadat és a népedet kell megismerned, hogy utána másokat is megismerhess. Hobbiként pedig a sakkozás a kedvencem. I love to play chess also. A szurkolóink számára is van egy üzenete Iliának. Everybody. Bármikor, amikor jöttök hozzám felvételeket csinálni, az nagy büszkeséggel tölt el. És ígérem, hogy megmutatom a pályán, hogy ki vagyok és mire vagyok képes. I am what I can.